Garfield. Magyar hangok. Kerekes József, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg Nagy Péter. Hangmérnök Hidvégi Csaba. Vágó Horváth István. Rendezőasszisztens Szász Andrea. Gyártásvezető Rába Ildikó. Szinkronrendező Ullmann Gábor. Producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Fordított világ. Jó kis süti volt ez, de jó lesne még egy kis édesség. Vagy kettő. A baj csak az, hogy ki kéne mennem érte a konyhába. Bobul, hozz valami ennivalót. Kösz, de nem fogadhatom el. Én nem eszem sípoló gumicsontokat, és ami azt illeti, más sem. Kivéve persze téged. Felkeljek és kimenjek a konyhába? Nehéz döntés. Eddig tökéletes volt a nap. 10-kor keltem, reggeliztem, szundíztam egyet, ebédeltem, tévét néztem, megint szundítottam, tévét... Hey! Jaj, ne! Itt a világ vége, és én még mindig éhes vagyok. Mi a... Ez? Ez tényleg megtörtént? Na jó, úgy tűnik minden rendben van. Biztosan csak hallucináltam a rettentő éhezés miatt. Megyek és eszem valamit. A minden itt, ez elég fura. Garfield, jöttem megvizsgálni Johnt. Ó, rendben. Itt van a konyhában. Mi? Meg kell vizsgálnom Johnt, nem emlékszel? Tegnap hívtál fel, megkértél, hogy nézzek rá. Mi a fészkes fene folyik itt? Jól vagy, Garfield? Feszültnek tűnsz. Már megint túl sokáig rajzoltál, igaz? Hogy rajzoltam? Miről beszélsz? Jól van, John. Nézzük csak, mi a baj. Úgy tűnik, hogy kicsit túlsúlyos vagy. Azt hiszem, hogy egy jó kis diétára kell fogjalak. Nem vacsorázunk ma egy étteremben, Garfield. Van egy új szijámi étterem a belvárosban, nagyon menő hely. Sikerült foglalnom egy asztalt? Étterem? Jó, miért ne? Ez egy jó ötlet. Ki kell juttam innen? Jól van, már minden rendben, így már sokkal jobb. Most már felébredtem. Az egész csak egy álom volt. Csak egy nagyon-nagyon furcsa, rossz álom. Szia, Garfield! Ne feledd, pénteken pokerezünk! Hé, Garfield fajtás! Hol a kukátok? Ma jönnek a kukások? Ezt nem hiszem el! Hová kerültem? Mi ez a fura világ, ahol az emberek macska módjára, a macskák ember módjára viselkednek? Ijesztő. Talán, ha hazamegyek, megint minden rendben lesz. Hát itt vagy. Végeztem Johnnal. Legalább 5 kilót kellene fogynia. 2 hétig nem ehet semmi más, csak főtrist.
Miért bámulsz így engem? Nem akarod felvenni a telefont? Vannak napok, amikor fel nem foghatom, mi jár a fejedben. Halló? Igen, egy pillanat. Téged keresnek a kiadótól. Igen? Még mindig nem kaptam meg az utolsó rajzokat. Ha holnap délután 4-ig nincsenek az asztalomon, széttépem a szerződését, és kereshet új kiadót. A szerződésem? Ez azt jelenti, hogy dolgoznom kell az életben maradásért? Igen, drágám, mint mindenkinek. Túl sok időt töltesz álmodozással, Garfield. Fel kell ébredned, jó fiú. 8-ra legyél nálam. Ó, ja, igen, az a Siami étterem. Miféle szörnyű világ az, ahol a macskáknak dolgozni kell? Már nem érzem a pulzusát, doktor Bundás. Nyugalom, nővér. Bocs, srácok, bár imádom a teleregényeket, de ki kell derítenem, miféle őrült világba csöppentem. Párhuzamos dimenziók valóban léteznek, vagy csupán a tudományos fantasztikus regényekben? Hát persze. Párhuzamos dimenziók. A vitatható tudományok doktora, doktor Engels McLunad erre választ mai műsorunkban. Nos, Shirley, elméletileg párhuzamos dimenziók létezhetnek. A dimenziókapuk valószínűleg féreglyukak. Épp most találtam fel egy készüléket, amivel bizonyíthatom a létezésüket. Ez az? Egy párhuzamos dimenzióban vagyok. Átestem egy féreglyukon, és egy másik dimenzióban kötöttem ki, ami megmagyarázza a másik Garfieldot, aki szembe jött velem, és nyilván az én dimenzióba tartott. Eddig rendben. De akkor is miért jutottam ide egyáltalán? Ó, micsoda bal szerencse! Mit tettem? Mit tettem? Szegény Garfield! Hé! Maga a fickó, akit a tévében láttam. Garfield, hát életben vagy? Valóban te vagy az? Igen, azt hiszem. Legalábbis remélem. Ha ez már nem én lennék, nagyon hiányoznék magamnak. Néha, amikor magamban magamról beszélek, akkor azon önmagamat értem. Mindegy, maga a párhuzamos dimenziós fazon, ugye? Igen, de ezt nagyon jól tudod, hisz a legjobb barátom vagy. Legjobb barátok vagyunk? Hé, ízlés problémák azért vannak. Na figyeljen, mi lenne, ha azt mondanám, hogy én nem az a Garfield vagyok, akinek hisz, hanem egy párhuzamos dimenzióból jöttem, ahol az emberek az urak. Egy párhuzamos dimenzióból! A találmányom működik! Működik! Létrehoztam egy féreglyukat! Zseni vagyok, Garfield! Zseni! Jól van, Doki, nyugodjon meg! Különben az utolsó fogás még visszaköszön. Miután eltűntél, mármint miután a másik Garfield eltűnt, meg kell győződnöm róla, hogy te, mármint a másik, te valóban eltűntél. Ezért jöttem el ebbe a házba. Nagyon örülök ennek, Doki, de... mi lenne, ha beavatna abba, hogyan csinálta? Rendben van, menjünk a laboromba. Ez a legújabb találmányom, az fejeny. A micsoda? Az fejeny a féreglyuknyitó. Ma reggel meghívtam a másik feledet ide a laboromba, hogy megmutassam neki, ez a berendezés képes féreglyukkal összekötni párhuzamos dimenziókat. Nem semmi. És hogy működik? Ó, nagyon bonyolult egy masina. A gombokat és kapcsolókat csak is a megfelelő sorrendben szabad megnyomni. Én tudom egyedül, hogyan kell. Annak az esélye, hogy valaki eltalálja a megfelelő sorrendet, 1 a millióhoz. Valóban. Fogadjunk 1 hónapnyi lazánnyi adagomba, hogy nekem sikerül. Próbálkozz csak. Ezt nem hiszem el! Sikerült! Amikor lazánnyá a tét, mindig sikerül. Na? Vigyázz az örvénnyel! Ne! Jaj, ne! A világot szörnyű. A macskák rabszolgák, munkájuk van, embereket kell gondozniuk, undorító. Nagyon örülök, hogy hazamehetek.
A te világod is szörnyű. A macskák folyton csak esznek, alszanak és tévéznek. Őrült, unalmas. Alig várom már, hogy otthon legyek. Hé, holnap le kell adnod a rajzaidat. Rendben, és Helénáért legyél ott 8-ra. Vacsorázni viszed. Mit mondtál? Otthon, édes otthon. Szia, Ubul. Jó, hogy újra látlak. Fordulj meg. Ne köszönd meg. Mondom, ne köszönd meg. Van, ami sosem változik. Garfield, kész a lazanyád. Frissen sütöttem neked. És ez így van rendjén. Olyan jó újra dolgozni. Rémes az a másik világ, ahol a macskák csak lustálkodnak. Hogy mersz így felültetni? Tudod, milyen nehéz volt asztalhoz jutnom abban az étteremben? Fél éves várólista van. Étterem? Milyen étterem? Na ne viccelődj velem, Garfield, nincs hozzá hangulatom. Ó, hát persze, tényleg. Én mindent meg tudok magyarázni. Emlékszel meg Lundokira? Nos, feltalálta az efejenyt. A féregjuknyitót, ami engem véletlenül átrepített egy párhuzamos dimenzióba, ami pontosan olyan, mint ez, csak hogy ott a macskák nem dolgoznak. Komolyan azt hiszed, hogy beveszem ezt a nevetséges históriát? Remélem, legalább a féregjukas részt igen. Ó, ezt nem úszod meg ilyen könnyen, Garfield. Ezt megígérhetem. Tudjátok mit? Talán az a másik világ mégsem volt olyan rossz. Az új postás. Most nem érek rá, Phil. Rengeteg tennivaló van a munkahelyemen. Most van az évnek azon időszaka, amikor az egyik postásom, Herman, elmegy nyaralni. Találnom kellene valami balekot, aki helyettesítheti őt. Egy újoncot. Hivatott, uram. Igen, igen, jöjjön csak be. Itt van az első feladatom az ön számára. Szegény fiú. Vásárolni megyünk, srácok. Reméltem, hogy otthon leszek, amikor megjön a postás, hogy megkeseríthessem az életét, de igazából a kaja tényleg sokkal fontosabb. Ne aggódj, Herman! Te csak nyaralj egy nagyot, én meg majd mindent megoldok. Ez egy kemény útvonal, Stu, te pedig csak most végeztél a postás soriban. Ne aggódj, értem! Megtanították, hogy nem létezik kemény útvonal, ez pedig egyáltalán nem látszik annak. Kedves utcák, kedves házak, kedves emberek, még az állatok is kedvesek. Nem mondanád ezt, ha ismernéd a macskát. Miért? Mindjárt rájössz, miért van szükségem a pihenésre. Látod azt a szemközti házat? Hát persze, nekem teljesen szokványosnak tűnik. Hát persze, senki sem hinni, hogy ebben a házban lakik egy szörnyeteg. Egy szörnyeteg? Oda át, ne viccelj. Soha életemben nem gondoltam semmit ennyire komolyan. Az a házad John Arbuckle otthona és a macskájáé. Csak nem a macska a szörnyeteg? Herman. Nem fogsz így nevetni, amikor találkozol a macskával. Múlt kedden például éppen kihoztam ide egy levelet. Kérlek, hagyd abba! Ne! Aztán szerdán pedig... Sosem tudhatod, mikor csap le rád a szörny, ahogy az sem mit fog veled tenni. De ha otthon van, akkor egy közönséges nap is életveszélyes lehet. Ugyan már, az csak egy macska. Na várj, figyelj csak, megmutatom, hogy nem félek egy macskától. Várj, azt sem tudod, hogy... Szegény fiú, pedig az egész élet előtte állt. Kezdők szerencséje, úgy látszik, ma nincs otthon.
Jaj, hagyd már ezt! Menj és érezd jól magad! Én majd elintézem a kézbesítéseket, mégpedig hiba nélkül! Jó strandolást! Próbáltam figyelmeztetni. És szóltam! Ahogy mondja, én helyettesítem a körzeti postást. Ma reggel indult 2 hetes vakációjára. Hol van a postásom? Hol van az, akit úgy imádok szekírozni? Biztos most van a szokásos 2 hetes vakációján, ezért más helyettesíti. Nem bírok 2 hétig várni, hogy újra kikészíthessem. Jó hamar le kell váltatnom ezt az újoncot. A postások sikeres zaklatásának 7 fázisa van. Első fázis, hamis nyugalom érzésének keltése. Hadd higgye, hogy biztonságban van, még akkor is, ha ez egy kicsit megalázó. Nézzétek! Daramb, daramb. Biztos te vagy Garfield. A hírnevem megint megelőzött. De hiszen te egy barátságos kis cica vagy. Veled aztán semmi bajom nem lehet. Már hogyan is lehetne. Holnap jön a második fázis. Na jó, már holnap van, tehát indulhat a második fázis. Showtime! Mi? Na! De... Hé, elég! Bárki legyen is az! Elég ebből, ez nem vicces! Valami baj van, uram? Valaki a házában. Folyamatosan visszadobja nekem ezeket. Daramb, daramb. Engem nem hatsz meg, Garfield. Daramb? Tudom, igazából magamat sem hatottam meg. Miért utálod ennyire a postásokat? Talán az egyenruha az, ami ilyen hatással van rám. Megint egy új nap. Jöhet a harmadik fázis. Tegyük az életét érdekessé. Na jó, bárki is legyen a házban, be fogom tenni a leveleket a pusztalátába, és ajánlom, hogy ott is maradjanak. Jól van, örülök, hogy értjük egymást. Nem, már kézbesítve vagytok, nem jöhetnek vissza. Segítség! Segítség! Háho, postás úr! Szép munka volt. Azt hiszed, vicces vagy, de meglátod, rossz postással szórakoztál. Holnap jön az elengedhetetlen 4. fázis. Ezúttal elhoztam magammal a vízipisztolyomat. Ha az a rémes macska bepróbálkozik... Nos, tudjátok, a macskák félnek a víztől. Houston, a felszállás sikeres. Ez meg mi volt? Ezt elejtette. Ja, és amúgy meg ez volt a 4. fázis. A nagy tervek. Szerintem ezt meg fogom tölteni szőlőlével. De 5. fázis. Még nagyobb tervek. Ne, 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 ne,
Remélem értékeli, hogy a segítségemmel a leveleket ma sokkal gyorsabban kézvesítette. Ó, nézzétek, ott van John gázszámlája. Herman, it's Stu. Stu, valahogy sejtettem, hogy hívni fogsz. Ez a macska? Én... A szörny nagyon nagy falat, senki sem tudta még legyőzni. Na is, mi lenne, ha befejeznéd a nyaralást? És ketten talán... A válaszom nem, visszhal. Nekem végem! Na jól van, harcra fel! Nem adom fel! Bár okosabb lenne! Hatodik fázis. Nyílt színi hadviselés. Hé! Hey! Mi az? Elromlott a sípod, macska? Semmit sem hallottam. Azért, mert nem is neked kell hallanod. Ez egy ultrahangos kutyasíp. Olyan magas hangot ad ki, amit már csak a kutyák hallanak. Sőt, ez ráadásul egy különleges kutyasíp. Csak a postások rémálmát lehet vele előcsalni. Egy falka hiperaktív csivavát. Egy falka hiperaktív csivava! Most inkább ne nézzetek oda. Higgyétek el, ez nem szép látvány. Kérem! Kérem! Helyezzen át máshova! Veszélyes hulladékot is szívesebben szállítanék! Bármit! Csak ezt a rémes macskát ne kelljen soha látnom! Gondoltam, hogy ez lesz a vége, mindig ez történik. Elnézést, aranyom. Igen? Menjek haza azonnal? De uram, nem lehet. Mekkora fizetésemelést? Dobjon rá még egy százast, és megegyeztünk. Minden évben nyaralni megyek, és minden évben emelik a bérem, hogy korábban visszamenjek. Áthelyezem. Igen? Oh, köszi! Szabad vagyok, szabad! Sosem kell többé levelet kihordanom arra felé! Megmenekültem a macskától! Ilyen! És most jön az utolsó lépés. A hetedik fázis. Veregesd meg a válladat a jól végzett munka örömére. És ünnepelj stílusosan. Ez az élet. Nem is értem, hol késik a postánk.